Pilvax percek. Avagy mire gondolt a költő? Első rész. Petőfi Sándor, nemzeti dal. Petőfi Sándor, nemzetünk költő óriása, nem mindig volt akkora ember, mint ahogy ma ismerjük. Sándor még csak 25 éves volt, amikor a Pilvax kávéház egyik belső asztalánál megírta a nemzeti dalt. Mindenki érezte, hogy a forradalom a levegőben van. Nyomott volt az éjszaka. A kávézó már zárni készült, de Petőfi szoborként ült a sötétben. Valamit mondani akart, buzdítani, lelkesíteni, de a szavak még nem értek el hozzá. Előtte tinta és penna. Így tűnődött az üres papírra meredve. Az úrnak 1848. éve vagyon, Pestnek városára pedig újra ráborult az éjszaka. Ma is a Pilvax hátsó zugában ülök. Csend van. Már csak Jóska tart ki velem, de ő lehet, hogy titkon itt is alszik. Március idusa itt ül a küszöbön. Bár atyám, ki csupán mészáros volt, most csak azt mondaná. Mire jó ez az urizálás, fiam? Mondd csak, hogy 13-a van. De miért moralizálok már az elején? Fárasztó nap volt ez. A többiek már rég elmentek. Jókai megint valami színésznővel távozott, ahogy hozzáillik. Vasvári meg majdnem leszúrta magát a szuronyommal. Bár annyi unikum után talán érthető is. Csak én maradtam. Kocsmárosné, aranyvirág, mondanám. De tudom, ide már a szesz is kevés. Párizsban kitört a forradalom, és már Bécs is forrong. Holnaptán Pest következik. Talán csak haza kéne mennem. Júlia már biztos vár. Egy forradalom egész embert kíván. De nem mehetek. Még nem állunk készen. Ki tüzeli fel a népet, ha eljő az idő? Ki szól a nemzethez, ha most az összes nagy magyar Pozsonyban koptatja a diétapadjait? Mint hiába. Nem papírossal kell a trón elé lépni, hanem karddal. Még nem mehetek haza. Fel kell készülnöm. Itt az idő, Sándor. Vagy maradhatsz a költő, akit csak a Kukorica Jancsiról ismer mindenki. Különben is. Most már lassan bizonyos vagyok. Júlia gyermeket akar. De hiába, nem ért engem. Hisz mit nekem egy élet, ha most egy nemzetnek adhatok életet? De hogy szóljak mindenkihez? Hogyan kell úgy szólni, hogy a pesti úr és az alföldi kisinas is ugyanúgy megértse? Legyené ballada. Nem jó, túl hosszú. Legyen himnusz. Na, az már van. Vörös Marti most biztos azt mondaná, írja kódát. Vagy még rosszabb, szózatot. Nem, valami egyszerűbb kell ide. Egy dal. Igen, egy dal a nemzetnek. Egy nemzeti dal. Hogy is csinálták a franciák? Gondolkodj, Sándor. Viva la Repubblica! De ezzel mégsem állhatsz ki a tömeg elé. Köztudod, hogy a magyar nem vevő az idegen szóra. Mi legyen? Hogy is kezdik a franciák? Előre. 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 De hova előre? Jó, akkor fel.
Gyerünk? Ne. A pultnál egy borgőzös férfi feküdt ájultan. Jóska a csapos odalépett hozzá, és így szólt. Na gyere, Bélám, záróra. Talpra. Ez az. Talpra. Ez kell ide. De ki álljon talpra? Tán az egész Habsburg birodalom? Azok forduljanak fel. Főleg Metternich. Kinek írom a dalt? Hát talpra minden magyar. Igen, ez jó. Talpra magyar. Jó, de mi van a szótokkal? Miért? Petrovicsból hogyan lett Petőfi? Akaratta, mi mással? És mi van a szerbekkel? Vagy az oláhokkal? Kossuth letét, ha őket is ide veszem. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy talpra. Mondjuk az eddig sem ártott volna. Eddig sem? De majd most? Most vagy soha? Jó, de az emberek tudni akarják, majd miért álljanak talpra. Érthető. Hogy végre szabadok legyünk. Mi másért? Bár mondjuk mi is a szabadság. Erre nem érünk rá, nem, nem. Az biztos, hogy jobb, mint az osztrák rabság. Ez az. Rabság vagy szabadság? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. Ez jó. De kéne még ide valami visszatérő elem. Meg kell mozgatni a népet, Sándor. Ezt mondaná Arany is. Nem fognak ezek rárohanni a sajtóra két szép verszak miatt. Egy fogadalom kell ide. Egy eskü. Így lesz belőle igaz ügy. Istenre esküszünk. Sőt, a magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A mindeni Sándor. Ez az. Ez kell most a népnek. Itt válik el az ocsú a búzától. Na, erre iszunk. Jóska! Ezt hallgassd!